Fenntarthatósági hét. Siófokon tartott előadást Áder János volt köztársasági elnök. Kerékpárral a Balatonnál egyre népszerűbb desztináció a magyar tenger a bringások körében. Jubileum. 10 éve őrzik a hagyományokat a karádi hímzőkörben. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Túlfogyasztás, túlnépesedés, vízlábnyom, energiafogyasztás. A többi között ezeket a témákat járták körbe a középiskolások Áder János volt köztársasági elnökkel a fenntarthatósági hét keretében Siófokon, a Krúdi Gyula Technikum és Gimnáziumban. A másfél órás előadáson a több mint 400 fiatal sok új információval is gazdagodott. Áder János szerint a diákokat érdeklik ezek a témák, és a találkozások jó alkalmak arra, hogy felhívják a figyelmüket, mi mindent tehetnek a környezetükért. Miben van több arany? Egy tonna kőzetben, vagy egy tonna használt mobiltelefonban? Tette fel a kérdést Áder János volt köztársasági elnök a középiskolás diákoknak. A válasz sokakat meglepett, hiszen a használt mobiltelefonokból 350 g arany nyerhető. De a mobiloknál maradva a volt köztársasági elnök más meglepő adatokkal is szolgált. Évente használaton kívülivé, tehát fölöslegessé válik már ennek a mobiltelefonnak a mennyisége, ha összeadnánk, nem ezt a csarnokot töltené meg, hanem a tömege, nem véletlenül van itt mögöttünk a kínai nagyfal, a tömege nagyobb lenne, mint a kínai nagyfal ösztömege. Ez 57 millió tonnát tesz ki. 57 millió tonnát. Elég riasztó, nem? Ez csak egy év. Egy év. A fiatalokat meglepte az előadás, sokan nem gondolták, hogy például egy másodperc alatt 20 ezer PET palack kerül le a gyártósorról. Ezek a hatalmas számok, és hogy tényleg mennyi kárt okozunk a földünknek, meg egyébként a vízlábnyom, ami nagyon meglepődtem, hogy mennyi mindenhez kell. A fiatalok kritikusak voltak magukkal szemben, és úgy látják, tenniük kell azért, hogy a jövő nemzedéke is élvezhesse a bolygó kincseit. Azt gondolom, hogy ahogyan növünk, ezt mi is észreveszünk, ezt a problémát, és aki kicsit gondolkodik, az rájön, hogy muszáj cselekedni, muszáj úgy viselkedni, úgy élni, hogy nem tesszük tönkre az utánunk születő generációknak az élőhelyét, mert már igazából mi is már a sajátunkat is tönkre tesszük, nem hogy még az utódainkat. Tehát, hogy egy 50 év múlva a mi gyerekeink ugyanígy állhassanak itt, és élhessék az életüket. Áder János azonban nem csak riasztó számokkal érkezett a Krúdiba, tanácsokkal is szolgált a középiskolásoknak. Önmérséklet. Erről beszéltem több alkalommal is, nem veszünk fölösleges dolgokat. Benne van a szelektív gyűjtés, erről beszéltünk a mohó kapcsán, üveg, műanyag és alumínium visszaváltható 50 forintos betétdíjjal. Nem beszéltem róla, de a szennyezés megelőzését szolgálja szintén a MOL-nak az akciója, ez MOL mohú, tehát MOL akció, hogy a háztartási sütőolajat, mindenki használ sütőolajat, a használt sütőolajat vissza lehet váltani a benzinkutaknál, és abból üzemanyag adalék lesz. Tehát van személyes cselekvési lehetőség és tér is. Áder János hozzátette, nem csak a mindennapokban, de a szakmák választásánál is fontos lesz a környezettudatosság és a fenntarthatóság. A turisztikai ágazati szereplők versenyképességét erősítő támogatási program indul. A komplex három pillérből álló 15 milliárd forintos támogatási programcsomag legfontosabb célja a szolgáltatások minőségének javítása, a vidéki szolgáltatók gazdasági élénkítése célzott programokon keresztül, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette, az új ágazati támogatási programnak három eleme van, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a szolgáltatók javaslatára. Az elsőben a vidéki vendéglátóipari vállalkozások versenyképességét 13 milliárd forint keretösszeggel támogatják. A Turinform irodák korszerűsítésére 1 milliárd forint, a kávéházi cigányzene megőrzését szolgáló Muzsikáló Magyarország 2024 programra pedig 1 milliárd forintot fordítanak majd.
Tavalyhoz képest átlagosan 10%-kal emelkedtek a szállásárak a Balatonnál. A legnépszerűbb településeket vizsgálva azonban kiderült, hogy sok helyen még ennél is erősebb a drágulás. Balatonalmádiban például csaknem 29%-kal fizetnek többet egy főre éjszakánként az előfoglalók, mint 2023 hasonló időszakában. A szállástípusok közül leginkább a panziók drágultak a Magyar Tengernél. Ugyanakkor idén erős trendnek látszik a last minute foglalás az év eddigi részében, a foglalások jelentős részét a leutazás dátumához közel körülbelül egy hónappal vagy annál kisebb időablakkal tették meg. Egyre vonzóbb a Balaton, mint kerékpáros desztináció. Már nem csak nyáron, hanem a tavaszi és az őszi szezonban is sokan tekerik körbe a Magyar-tengert. Ugyanakkor a tó körüli programokra is egyre többen látogatnak el két keréken. A bringás túrázókat öt helyszínen várja a kerékpáros szolgáltatópont. A kerékpáros barát szolgáltatók számának növekedése, az e-bike-ok elterjedése és a jó minőségű kerékpárutak is nagy szerepet játszanak abban, hogy a Magyar-tenger egyre vonzóbb kerékpáros úti cél. Az elmúlt három évben gyakorlatilag megduplázódott a Balaton térségében kerékpározók száma. A Balatonnál való biciklizés az ma már messze nem csak magát a 200 kilométeres Balaton kört jelenti, hanem a térségben kijelölt és kitáblázott 1000 kilométernyi egybefüggő úthálózatnak a használatával, a hajókapcsolatok kihasználásával a végtelenségig variálhatók a túrák. Minden korosztály szívesen teker és megtalálja számítását a Balaton körül. Egyénileg és családosan is ugyanúgy teljesíthetőek a távok. A kerékpárosokat ma már öt helyen várja kerékpáros szolgáltató pont. 19 és 2023 között megvalósult Magyarország eddig legnagyobb kerékpáros turisztikai fejlesztése, aminek az eredményeképpen átadtuk Balatonfüreden, Balatonföldváron és Keszthelyen a három korszerű kerékpáros szolgáltató pontot. Az idei évtől egy negyediket és egy ötödiket is megnyitottunk, Kapolcson, illetve Badacsony-Tomajban. Most már ezekre a pontokon is lehet prémium minőségű kerékpárokat bérelni, illetve innen is indulnak vezetett túráink. A szezon megnyújtása szempontjából pozitív, hogy az elő- és utószezon is erős, ekkora hétvégék vannak fókuszban. A kerékpárosok pedig nem csak előre terveznek, egyre tudatosabbak is. Az eredetileg elkészített 50 tematikus túra azóta 75-re bővült. 5-10 kilométeres könnyű családi túrától a 70-80 kilométeres teljesítményorientáltaknak való túrákig bezárólag. Illetve amit még mindenképpen el kell mondani, hogy létrehoztuk az úgynevezett Nagy Balaton kört, a 400 kilométeres kalandkört, amelyet QR-kódok segítségével tudnak igazolni a résztvevők, teljesíthető egyben is akár, ez egy nagyobb kihívás, vagy 12 szakaszban. Ma már számos applikáció, kitáblázott útvonalak és számos tájékoztató eszköz segíti a bringásokat. A szabadidős sportot több program is népszerűsíti, hiszen hozzájárul a rendszeres mozgáshoz és az egészségesebb életmódhoz. Már márciusban nagyon jó volt az idő, így előbb meg kell kezdeni a munkákat a szőlőültetvényen, nyilatkozta Bújdosó Ferenc borász a sollány.hu-nak. A szakember elmondta, a törzstisztítás már a fiatalabb szőlőknél megtörtént, az idősebbek is sorra kerülnek. Az online oldalon azt írják, abban mindegyik szőlősgazda egyetért, hogy előbb lesz idén szüret, mint azt megszokhatták a borvidéken. Trunkó Ferenc szerint már a megelőző években is augusztusban szedték a csapagyöngyét és az írsait. Bújdosó Ferenc úgy gondolja, idén már júliusban elkezdődhet a szüret. Anyukat Zselici bringakört is jelölték az Aktív Magyarország versenyére, a közel 50 kilométeres körtúrára, amely a Zselic nyugati részét öleli fel, ma éjfélig még lehet voksolni. A körtúra főleg erdős területeken halad át, közúton alig kell tekernünk, ha ezt az útvonalat választjuk, így kisebb gyermekkel is teljesen biztonságos. Sőt, útba ejti például a Zselici Csillagparkot is. A versenyre a Somogyi bicikliút mellett összesen 10 útvonalat jelöltek. Szavazni a Nyugat-Zselici körbejegyzés kedvelésével lehet az Aktív Magyarország Facebook oldalán. Kiállítással ünnepelte 10 éves jubileumát a Karádi Hímzőkör. A csoport tagjai azokat a munkáikat válogatták össze, amelyek számukra a legkülönlegesebbek. Az asszonyok nem csak otthon alkotnak, hanem minden kedden találkoznak, hogy ilyenkor együtt is hímezzenek. Ez a kötény készült a 10 éves évfordulóra, és ez a zászló a hímzőkör számára, amit ajándékként szántam, hogyha mennek valahova,
vagy megyünk valahova, így mondom, akkor vigyük magunkkal ezt a zászlót, és ez a zászló emlékeztesse bennünket az elmúlt 10 évre. Nagy Ferencnél különleges munkákkal készült a Karádi Hímzőkör 10 éves jubileumi kiállítására. Minden tag a számára a legkedvesebb hímzéseit hozta el a művelődési házba. A karádi hímzés egyszerűen szép, és a szépsége az egyszerűségében rejlik, de ez itt a hátam mögött levő munkákon látható is. Attól egyedi, hogy fehér hímzés, ez a legősibb hímzésfajta, és ezek a hímzések annak idején valamennyi a férfi ingeken jelent meg, és ahogy mi mondjuk, a lányok szívvel, lélekkel készítették ezeket az ingeket kedvesüknek, hiszen jegyajándék volt annak a funkciója annak idején. A 20. század első évtizedeiben már színes hímzések is készültek, de akkor sem a tarkaság jellemezte a karádi munkákat. A fehér mellett csupán egy-egy szín került a lakás textilekbe. A különleges mintakincsnek több változata van, amelyet száröltéssel vagy lapos öltéssel hímeznek. Jellemző a munkákra a levelek tökmag alakja, de a búzaszem is a karádi hímzést mintázza. Van, aki tőzsgyökeresként édesanyjától, nagymamájától tanulta az öltéseket a faluban, más ide költözve már felnőttként ismerte meg a hímzést. Én ide kerültem 53 évek karádra, úgy jöttem ide férjhez, férjem karádi volt, és én azután kezdtem el, bölcsödénél dolgoztam, és ott az asszonyok, akikkel voltam, ők mutatták meg a kézmunkát. Egy ideig nem folytattam, és amikor ez az alakulat végbe jött, akkor én elkezdtem szépen kézimunkázni. 10 éve egy tévéfelvétel kapcsán gyűltek össze a karádi asszonyok hímezni, ez adta a hímzőkör ötletét is. Azóta 10-12-en rendszeresen alkotnak, minden kedden összegyűlnek a művelődési házban. Mint elmondták, a hagyományőrzés mellett a közösségépítés is céljuk. Én a társaimnak az eredményére vagyok a legbüszkébb, hiszen ezen időszak alatt 3 népi iparművészünk lett, ami óriási nagy munka, hiszen rengeteg zsűrisztetett hímzést kell elkészíteni, komoly szakmai zsűri kívánalmainak megfelelni. A karádi asszonyok munkáikkal az elmúlt 10 év alatt szerte az országban népszerűsítették a helyi hímzést. Fenntarthatósági hét. Siófokon tartott előadást Áder János volt köztársasági elnök. Kerékpárral a Balatonnál egyre népszerűbb desztináció a magyar tenger a bringások körében. Jubileum. 10 éve őrzik a hagyományokat a karádi hímzőkörben. Híreinket és videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára, valamint YouTube csatornájára kattintva is. Ennyi fért szerdai híradónkba, ha tetik, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!